Sziasztok! Én Horváth Gábor vagyok, ez itt a Basic Travel csatorna, és ebben a mai videóban sorsolni fogunk. ...2023 egy nagyon kemény év volt, nem is baj, hogy vége van. Nagyon sok teendőnk volt, nagyon sok mindent csináltunk. Nekem is a saját privát életemben nagyon sok izgalmas dolog történt. Született a fiam, utána folytattam egy kicsit a csatornát, majd elköltöztem Budapestre. December van, tényleg egy kicsit meg lehet nyugodni, de a megnyugvások előtt legyen egy izgalmas kis sorsolás, ami nem más, mint a 2023-as év Patreon kiemelt támogatók közötti fődíj sorsolás. Ezen azok az emberek fognak részt venni, akik támogatták a Basic Travel csatornát, és egy csodálatos Audio-Technica M50X limitált kiadású Deep Sea színű, kék színű fejhallgatót fog valaki nyerni közülük. És hát tényleg nagyon köszönöm, hogy támogattak ebben az évben. Titeket is buzdítalak, hogy jövő évben majd támogassatok engem a Patreonon, vagy támogassatok minket a Patreonon, mondjuk így, hogy minket, mert bővül a Basic Travel, bővül az egész, bővül minden, kicsit más lesz minden, egészen új rendszert fogok kitalálni, úgyhogy egy egészen új rendszerben tudom majd gondolkozni, és tényleg nagyon számítok rátok, hogy ti is támogattok majd a jövő évben. Na hát, akik támogattak, azok közül négyen vannak olyanok, akik az egész évet végigtolták. Attila Bukor, Bauer Gergely, Reichert Mark és Bassist Amatőr. Nekik nagyon-nagyon köszönöm, hogy így végig támogattak, és hogy bíztak bennem, és hogy itt voltak velem, és hogy nézték a videóimat. És természetesen nektek is nagyon köszönöm, akik a videókat nézték, évközben támogattak, évközben vásároltak tőlem, vettek egy-két gitárt, kiegészítőt, ezt-azt. Meg nagyon-nagyon köszönöm azt is, aki eladott nekem cuccokat, mert a jövő évtől ez még intenzívebb lesz, mert a jövő évben már egy hangszerbolttal fogok itt menősködni, úgyhogy tényleg nagyon sok mindenkitől szeretnék vásárolni, és tényleg nagyon sok mindenkinek szeretnék segíteni, és nagyon sok embernek akarok eladni hangszereket. Úgyhogy tényleg kövessetek, hogy mi lesz majd ebben. Hát nézzük ezt az izgalmas sorsolást. Szépen összehajtogatom ezeket a kis papírokat, és valakit ki fogok a négyből húzni, aki megnyeri ezt a csodálatos fejhallgatót. Ez a fejhallgató egyébként nagyon-nagyon jó, az M50X. Nagyon sok videómban láthattátok rajtam is, nekem egy ilyen narancssárga limitált kiadású van, és hát most valakinek egy ilyen kékszínű limitált kiadású lesz. Minden évben egy limitált színt ad ki az Audio-Technica, ezt előtte évközben meg lehet szavazni, hogy kinek melyik szín tetszik jobban, általában háromféle variáció van. Hát én mindig olyanra szavazok, ami nem jön be, mindig aranyat akarok, de hát valamiért arany még nem volt a limitáltak között, azt azonnal le fogom cserélni a narancsságát egy aranyra, hogyha egyszer végre lesz aranyszínű. Az én kedvenc ilyen hardware színem, úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy egyszer végre összejön. Valamelyik évben volt, és teljesen feleslegesen szavaztam rá, mert nem jött össze. Ugye mindig a nyertesre kell szavazni, az a fontos, és akkor mindig úgy érezzük, hogy nyerünk egy kicsit. Hát én nagyon izgulok, hogy kit fogok kihúzni ebből a négy névből, most már itt vannak benne a sapkába. Kihúzom őket, és jövő év elején meg fogja kapni ezt a csodálatos Audio-Technica fejhallgatót. Egyébként ez nekem kéne minősítés, mert nagyon jó, nagyon jól szól, nagyon menő, nagyon egyedi, nagyon ritka, nagyon fullos kis cucc. De hát nézzük, elkezdem itt keverni a neveket. Ki lesz az a szerencsés, aki egy ilyen fejhallgatónak lesz a tulajdonosa? Tényleg nagyon izgulok. Remélem, hogy már ti is izgultok. Na jó, most már összekevergettem őket elég jól, úgyhogy egyet ki fogok húzni. Ki legyen az. Ő az! Na nézzük, ki nyerte meg. Attila Bukor. Hát, nagyon gratulálok ez a fejhallgatóhoz. Bukor Attila, Attila Bukor, nick néven a Patreonon. Tiéd ez a fejhallgató, te lettél a nyertes. Gratulálok hozzá, hamarosan el fogom neked küldeni. És hát mindenki másnak köszönöm, hogy támogatott ebben az évben, és mindenkit buzdítok, hogy jövő évben is támogassatok, jövő évben is találkozzunk, gyertek, most már Budapesten vagyok, most már lehet velem úgy találkozni szervezett formában, hogy jöttek és a boltban beszélgetünk egy jót, vagy valahol a városban beszélgetünk egy jót, és hát nézzétek a videókat, nagyon izgalmas tartalmak fognak jönni 2024-ben, mindenkinek boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánok. Szevasztok, rock and roll!